Volt a háború utáni Szabadkának egy kedves, tehetséges, de korán sem az érdemei szerint megbecsült dal- és versfaragója, zenésze és karmestere, aki nélkül a valamikori népkör, a népszínház, de még a rádió munkáját is nehéz volt elképzelni. A vajdaság szerte ismert Markovics János, aki később Medres néven alkotott. Tragikus sorsú ember volt. Szüleit a háború alatt bombatámadás vitte el. 10 évesen az orosz frontra került, megszökött, elfogták, és Dachauba toloncolták. 6 hónap után szabadulva, szívvel, lélekkel a köz érdekében dolgozott. Míg nem kikiáltották informbürósnak, s 9 évet töltött Góliotokon. Egész élete a vers, a zene volt. Medres János elhagyatottan egy kis hónapos szobában halt meg hirtelen 1978-ban. Néhány barát kísérte utolsó útjára, kik ma sem felejtették el nagy szívét. Barátai torkot szorongató története hatására jött létre ez a felvétel, hogyha nem is méltó, de szerény emléket állítson annak az embernek, akit az élet nem tudott megtörni. Dalaiban ég a szeretet mindazokért, akik meggyötörték, majd elhagyták.